Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérnék egy visszajelzést, hogy technika rendben van-e? Rendben, oké, meg is kaptam. Gyorsan, jó van. Hétvégén voltak tarifás hírek, alapvetően szerintem ezekre mindig lehet készülni. Teljes egészében nem vagyok most képben, most itt hétvégén teljes portfólió csoporttal csapatépítőn voltunk. Körülbelül annyit tudok, hogy megy a piac tesztelése, hogy 200 milliárd dolláros tarifákra most nem 25%, hanem csak 10%, meg hogy az amcsik hívták a kínaiakat tárgyalni, Kína megmondta, hogy köszönjük szépen, de mostani feltételek mellett nem akarna most tárgyalóasztalhoz ülni. Úgyhogy ez, szerintem ez az adókapok, ez továbbra is itt lesz. Érdemes lesz majd esetleg figyelni, nem tudom, Donald Trump általában olyan magyar idő szerint olyan délkörnyékkel körül szokott kelni, általában akkor szokott jönni az első Twitter üzenet tőle, úgyhogy elképzelhető, hogy olyan dél 1 óra környékén lesz majd valami, ami esetleg megmozgatja a piacot. Ez most csak teljes mértékben hipotetikus, de alapvetően tovább is itt a kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírek, amik esetleg nagyobb befolyásoló erővel bírhatnak rövidebb távon az árfolyamokra. Ha már erről beszélünk, akkor gyorsan vessünk pár pillantást az indexekre. Az S&P egyelőre úgy tűnik, hogy múlt héten befejezhette a korrekcióját, és egy újabb emelkedésbe kezdhettünk. Egyelőre, hogy hogyan is nézzük, először nézzük a napos grafikont, nézzük inkább a heteset, hát ha itt van valami érdekes gyertya. Alapvetően olyan érdekes gyertya kombináció nincsen. Az elmúlt hetet gyakorlatilag ilyen szempontból végigvették. Szinte a mélypont környéken nyitott a múlt hét hétfőn az árfolyam, és a pénteki záró is pár ponttal volt a heti maximum alatt, úgyhogy alapvetően egy pozitív hét volt múlt héten. Hol járunk most? Alapvetően, hogyha ennek itt bullish folytatásban gondolkodunk, akkor itt túlon túl mélyre nem kéne visszamozognia az árfolyamnak. Max alapvetően ennek a 2890-es szintnek kéne mondjuk itt megtartania, és mondjuk ebből további felfelé mozgás jöhetne, és alapvetően egy újabb lokális csúcs 2930 környékén, vagy alapvetően 3000 pontig viszonylag nagy a tér. Úgyhogy alapvetően ezeket a mozgásokat figyelném. Ha napos zárás szinten mondjuk ilyen 2890, 2885 alá mennénk, akkor jó eséllyel mondjuk visszakúszhatnánk, vagy visszacsúszhat az árfolyam ebbe a 2860-70-es zónába is. Úgyhogy az S&P esetében ezt figyelném. Alapvetően szerintem fog menni a piacnak a tesztelése, és a rövid távú árfolyam mozgásokat nézve ez továbbra is egy emelkedő szerkezet, úgyhogy alapvetően a korrekciók vételi lehetőséget tartogatnak. Nasdaq. Itt is kicsit ilyen nyögvenyelősen indult el a történet, nagyobb rángások voltak benne, de alapvetően ezt is lehet egy új emelkedő szerkezet kezdetének is számozni. A 61.8-as korrekciót azt megcsináltuk, fölfelé picivel magasabbra is mentünk, onnan jött a visszacsúszás. Itt is, hogy technikailag nézzük, itt ez a 7500 pontos szint lehet egy lehetséges támaszzóna. Amúgy itt vannak a 4 órás mozgó átlagok is, éppen ennek a tartományában és a technikai zónában vagyunk. Úgyhogy ha az S&P-re azt mondtam, hogy potenciálisan emelkedés mutat, akkor a Nasdaq is elvileg ebből újra felfelé kanyarodhatna. Itt a Nasdaq 100 esetében ezt a 7420 környéki, 7400-7420 környéki szintet nézném arra, mint egy vízválasztó. Ha ez elesik, akkor jó eséllyel mélyebbre is jöhet az árfolyam. DAX. Nyilván teljes mértékben látványos, hogy mennyire alul teljesítőek az európai indexek, és könnyedén lehet, hogy ez akár továbbra is így lesz, hiszen hogyha a tarifák ténylegesen nagy százalékban életbe lépnek, azt azért érdemben meg fogja érezni a német autóipar is,
és akkor ezen keresztül a DAX index is, hiszen a német autóipari részvények azért egy jelentős súlyt képviselnek a DAX-ban. Egyelőre jól látható, hogy ez a 12.130-151 szint, ami alapvetően egy ellenállás, teljes mértékben kitart, nem is nagyon tudunk fölé kúszni. Ettől függetlenül lehet bullish olvasata a dolgoknak, ugye ezt múlt héten többször is végigvettük, alapvetően egy olyan zónából indult el most a felfelé mozgás, ami egy potenciális támaszzóna lehet, vételi tartomány, ugye trader szobába kikerült egy DAX vételi ötlet, aki az alapján vásárolt, ugye az 11.900 környékén adott vételi pontot, annak a stoppot is legrosszabb esetben nullából lehet húzni, tehát effektíve nem kell, hogy veszteséggel járjon ez a trade. A hetes gyertyákat figyelve, hogy a két héttel ezelőtti gyertya az egy nagy eső gyertya, erre jött múlt héten, itt is kvázi egész héten emelkedni tudott a DAX, de a nagy eső gyertyának szerintem még az 50%-os szintjét sem értük el, de ez mindjárt kiderül. Az 50%-os szintjét teszteltük, de alapvetően alatta zártunk. Tehát erre még azért nem lehet azt mondani nyugodt szívvel, hogy akkor innentől kezdve mekkora bullish erő van a DAX-ban, de alapvetően szerintem rövidebb távon összejöhet az, ami a trader szobában is ki lett fejtve célártartománynak. 12.300, esetleg ez a 12.600-as szint. Ugye a hetes gyertyákat nézzük, akkor a 12.200 pontos szint, ami fölé kéne kerülnie napos zárással, és hogy teljes mértékben jó szány ízünk legyen egy vételi pozíció kapcsán. Amúgy, hogy nagyon rövid távon nézzük meg, hogy egyelőre ebből a potenciális fordított fejvából törtünk ki. Egy oldalazás, háromszögezés, ebből itt a mai hétkezdetnél geppel törtünk le. Akár még azt is be lehet ide vonni, amit már lehet, hogy egy hónappal ezelőtt beszélgettem valamelyik más termék kapcsán, hogy sokszor van az akár dupla, dupla csúcs, vagy ilyen fejvállalakzatoknál, hogy megvan a technikai kitörés, itt most már ugye egyszer-kétszer visszateszben vagyunk, tehát ha csak ezt nézzük technikailag, akkor a mostani tartományban a DAX mondjuk vételi pozícióban lehet. De sokszor láttam már olyat, hogy nem feltétlenül ez a technikai szint fogja meg, hanem ennek az emelkedő mozgásnak az 50-61-8-as Fibó szintje, az meg 11.970 és 12.000 pont környékén. Tehát, hogyha esetleg lejönnénk ide, itt lehetne mondjuk egy jó hozamkockázatarányú belépő még, hogy innen esetleg ezt a mozgást lehessen megjátszani. Csak hogy ha esetleg mégsem ez a támaszszint tartana ki. Mondom, egy kicsit ilyen népi megfigyelés, sokszor szokott működni. Első körben ugye technikai elemzés alapján második visszateszben vagyunk, tehát alapvetően potenciális vételi pont. Második, hogyha ez a szint elesne, akkor az 50-61-8-as szintet nézném, mint lehetséges vételi pont. És akkor pont. Régebben néztük meg, de nézzük meg a japán Nikkei. Azt hiszem, ma nem volt Japánban kereskedés, de itt is a napos grafikon nézve lehet látni, hogy egy nagyobb oldalazás, vagy nagyobb konszolidációból törtünk ki múlt héten, és sikerült fölötte is zárni. Úgyhogy ez is alapvetően technikailag vételi jelet hordoz magában. Az eresünk is ugye magasabb csúcsot csinált, párhuzamosan az árfolyam is magasabb csúcsot csinált, tehát elvileg emelkedő trendről beszélhetünk. Itt is ugye a visszateszt, a visszakorrekció az ebben a 23.000-23.050-es tartományban van. Esetleg, hogyha picit mélyebbre nyúlna vissza a korrekció, akkor ilyen 22.800. Tehát egy szó mint száz. Technikailag a visszateszben a japán Nikkei is vételi lehetőséget ad. Vegyük akkor egy kalap alá itt az olajat, aranyat, kezdjük az olajjal. Itt is azért
nagyobb mozgásokat láthattunk. Kérdezte, hogy török index 24%-os kamatot is hozhat a fordulatot akár a lírában, és egy kalap alá fogom akkor venni a török lírával, és akkor keresek a török indexre is majd egy terméket. Tehát olaj. Ide-oda járatják az árfolyamot, ugye múlt hét elején volt egy egészen erős visszateszt, ami nem ment új csúcsra, aztán korrekció, és hétvégére megint alapvetően próbálták megmenteni a hátsóját itt az olajnak. Amondó lennék, hogyha hogy ebből akár lehet itt egy flat korrekció is, és mondjuk akkor valahova esetleg ide visszatérhetnénk. Még a lehetőségek között ott van, csak kicsit nagyobb idősíkon kell néznem, hogy mondjuk, hogy valamilyen háromszögezésben vagyunk benne. A, B, C, D, E, és akkor mondjuk innen tovább. Körülbelül ezt lehetne még itt feltenni a grafikonra. Ha pedig nagyon negatív lennék, akkor ebből a konszolidációból akár egy újabb mélypont is jöhet, és majd csak innen fölfele. Úgyhogy összegezve itt a szempontokat, én most inkább azt látnám a grafikon alapján, hogy ebből a konszolidációból kéne jönni még egy, legalább itt ennek a 66-67 dollár közötti tartomány visszatesztjének, és akkor innen dőlhetne, hogy innen fölfele, vagy esetleg tovább lefele. Nézzük meg még az aranyat. Az aranyban igazából nincs olyan igazi momentum fölfelé, továbbra sem. Vannak próbálkozások, de azok rendre dugába dőlnek. És alapvetően szerintem ugyanazt tudom elismételni, amit szerintem az elmúlt két hétben standardem, hogy addig, ameddig az arany napos szinten nem tud 1230-35 fölött zárni, addig alapvetően ez lehet akár itt egy sima korrekció is, és magában hordozza a valószínűségét, hogy esetleg újabb mélypontteszt, vagy akár egy újabb mélypont kialakulása is benne lehet a pakliban. Ha e fölé megyünk, és fölötte zárunk, az már egy fokkal jobb annak megítélésében, hogy akkor láthattuk a mélypontot. Addig ez alapvetően kereskedésre lehetőséget ad, rövidebb távú mozgásokat, akár ilyen 5-10 dolláros mozgásokat lehet benne elkapni, és körülbelül szerintem ezzel lehet itt összefoglalni az aranyat. Kérdés az olajhoz, hogy lényeges, hogy a dupla csúcsnál a második csúcs kicsit alacsonyabb vagy magasabb, mint az első. De az olaj esetében ez kvázi itt egy dupla csúcs, tehát alapvetően benne van abban a tartományban, amit ebben az esetben még dupla csúcsnak lehetne nevezni, de a dupla csúcs az akkor dupla csúcs, ha a nyakvonal is elesik. Addig ez simán egy olyan technikai helyzet, ahol a két lokális csúcs körülbelül egy tartományban, egy zónában van. Ebből lehet akár egy emelkedő háromszög is. Van azért jó pár verzió, úgyhogy ezeket figyelném. Jó, nyargaljunk át akkor a deviza szekcióra. Kezdjük az euró dollárral. Az EKB-ra kivételesen most nem az volt, hogy nap végére az euró dollár csökkent, hanem itt felhúzták majdnem ide a múltkori csúcspontig, és csúcspont előtt nem sokkal fordultunk meg. Egyelőre ez a mozgás is itt lehet egy sima flat korrekció, és hogyha flat korrekció, akkor benne van a lehetőség, hogy valami ilyesmit láthassunk, és akkor A, B, C, és akkor így alakul ki mondjuk egy nagyobb B pont A, B, és akkor innen fölfele. Egyelőre azért ezt elég erős lehetőségként, forgatókönyvként tenném ki. Azért nézzük meg az egyéb dolgokat is.
Hova tértünk vissza múlt hét pénteken ma? Gyakorlatilag az LKV-val egy vonalra, illetve hogyha ebből az potenciális A pontból húzok egy csökkenő trendvonalat, ennek a visszatesztjébe, meg itt az elmúlt másfél hét emelkedésének a trendvonaljára tértünk vissza. Emellett most éppen van egy olyan órás gyertyánk, ami akár itt egy fordulatot is hozhat. Ugye ennek a 4 órás változata is éppen mondjuk egy kulcsfordulón dolgozik, de messze van még a záródása ennek a gyertyának. Tehát egyáltalán nem elvetendő ötlet. Ha mondjuk itt valaki longba ment az elmúlt egy másfél órában, akkor ebben az esetben a stoppot ide kéne tenni. Ha pedig valaki esetleg shortban gondolkodik, akkor ez az emelkedés adhat short beszállót, stoppot akkor az LKB utáni csúcshoz kéne elhelyezni, és innen azt várni, hogy ezt az 1.15-ös tartományt újra teszteljük. Tehát körülbelül ezt nézném itt az euró dollár esetében. Font szépen arra szolgat fölfele, bár ez a mozgás fölfele egy kicsit egy ilyen ég típusú mozgásnak tűnik, hiszen rendre egymást átfedő hullámokkal állunk szemben. Ebből kifolyólag, és nyilván vannak már divergenciák is, de alapvetően egy olyan tartományban vagyunk, ahonnan lehet még egy lövése az árfolyamnak, valamint az 1.30, 1.40, 1.32-es tartományba, és lehet, hogy onnan jöhet esetleg egy nagyobb korrekció. Jelen pillanatban most azt gondolnám és azt várnám, és alapvetően a pozícionáltságom is abba az irányba hat, hogy amit itt a múltkori csúcstól látunk, az jelen pillanatban inkább egy korrektív mozgás. Ami szimpatikus nekem és pénteken bekötött egy vételi pozíció, 0.7160-tól vagyok megint long itt az ausztrál dollárban. Volt egy szép impulzív emelkedésünk, és azóta ez potenciálisan egy 3 hullámú korrekció, ami ennek a teljes emelkedésnek a 61.8-as szintjére hozott minket vissza. Tehát ez lehet itt mondjuk egy A, B, és akkor mondjuk elindulhattunk egy újabb emelkedő hullámnak, ami mondjuk ide 0.72 30, 0.72.80 közé elvihet. Tehát én most itt az ausztrál dollárnál ezt játszom, mint lehetőség. És ugye lehetséges célár itt, ez a trendvonal ez picit feljebb van, de hát a MetaTrader már csak én, hogy eltolja picit a vonalakat. Tehát, hogyha ez valóban és a várakozásoknak megfelelően mozogna, akkor valami ilyesmi jöhetne belőle ki. Új-zélandi, ez is hasonló. Ugye itt múlt héten rendelkeztem longokkal, azokat lezártam 65-81-nél, összességben azt hiszem átlagosan 67 pip nyereség volt rajta. Itt is csináltunk még egy pici új csúcsot, de innen is most korrigált visszafelé az árfolyam. Egyelőre hova értünk vissza? Egy totális támasz zónába, és itt is óráson már volt egy fordulós gyertya. Ez is lehet akár egy 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, és mondjuk akkor innen is akár indulhat még egy újabb emelkedő momentum. Legalábbis ezt lehetne benne vizsgálni. Csütörtökön volt szó, kérdeztétek, hogy a kanadai, vagy további esés, vagy mit kéne csinálni a pozíció a trader szobából. Azt mondtam, hogy alapvetően semmilyen változás nem történt az árfolyamban, ami miatt pánikolni kéne. Nyilván, ha valaki rosszul érzi magát benne, akkor lehet csökkenteni a pozíció méreten. De egyelőre azt tűnik, hogy itt ebből a konszolidációból, divergenciából
picit felfelé tudtunk elmozdulni. Ha valaki továbbra is rosszul érzi magát itt ebben a pozícióban, akkor gyakorlatilag most beszállási pont környékén ki lehet stoppolni. Ha pedig valaki azt mondja, hogy na, elindult, és akkor lehet kockázatot csökkenteni, akkor a másik variáció az az, hogy a trader szabötletben megfogalmazott pozíciónak a stopját feljebb lehet húzni, akár ide az 1.2970, 1.2980-as tartományba is, tehát az is már egyfajta kockázatcsökkentés, és meg kell nézni, hogy esetleg ebből a potenciális zászlóból tudunk-e még egy kört csinálni benne. Dollár japán jen. Emelkedés, ez egy szép három hullámú korrekció, és ebben van most az emelkedés. Technikailag amúgy egy támaszzóna környékén mocorog az árfolyam. Én még azt gondolnám, hogy azt várnám, hogy ebből még lehet egy mozgás ide, még mielőtt esetleg valamilyen nagyobb döntési helyzetbe kerülne az árfolyam. Illetve, hogy kilőttek az indexek. Ja. Ha vártok egy fél pillanatot, akkor megnézem, hogy látok-e valami hírt. Pillanat, nézem. Közben láttam egy törököt is, hogy Erdogan azt mondta, hogy megnövelik Észak-Cipruson a török katonák számát. Illetve volt egy brit hír, de most per pillanat mást nem nagyon láttam, ami megütné így a szememet vagy az inger küszöbömet, úgyhogy lehet, hogy pusztán technikai dolog a történés. De akkor ez alapvetően a várakozásoknak megfelelően hat, hiszen ugye pont azt nézegettük, hogy a DAX is egy vételi tartományban van itt támasz ügyileg. Visszatérve devizák. Euró-ausztrál. Volt egy élesebb korrekció itt a múlt héten a utolsó pár kereskedés napból, aztán pénteken megint felhozták. A várakozásom az az lenne, hogy ebből még jöjjön egy láb, és aztán majd eldőlhet, hogy ebből a, hogy ez három hullámú korrekció lesz-e vagy sem. Tehát ez lenne nálam az alapkiindulási pont. Mit láttunk még? Ugye csúcstól meg volt az esés, és a 61.8-as Fibó színnél zajlik most ez az oldalazó mozgás. Ilyen párokat érdemes még szemügyre venni. Az ausztrál dollár japán jen longomat szintén zártam múlt héten 80,62-n, és akkor itt ez egy 170 pipes mozgás sikerült megfogni. A zárás azért történt, mert a 61.8-as korrekció színnél voltunk, illetve egy múltkori lokális csúcsnál. Van bent megbízásom, hogy ezt visszavegyem, de ez a 80-as szint alatt van egy picivel, az jelen pillanatban még nem teljesült, és ha esetleg így haladunk tovább, nem is
biztos, hogy fog teljesülni. Még megvizsgálom a helyzetet, hogy mi az, ha esetleg úgy adódik, akár magasabb árfolyam szinten is minden további nélkül vásárolnék, hogyha olyan technikai kép állna elő. Amúgy még az lenne a várakozásom, hogy esetleg valahova ide, ebbe a tartományba, és akkor itt lehetne újra vásárolni ebből. Több ilyen pár eurójapán ilyen. Egy emelkedő trendvonalhoz ért vissza az árfolyamunk. Egy rövid támaszt is találtunk, volt itt egy pici stop kiszedés. Alapvetően az eurójapán ilyen is simán lehet abban a helyzetben, most technikailag is, hogy ebből újabb próbálkozás jöhet felfelé. Hasonló a fontjen is. Annyi kitétellel, hogy ja, még az eurójapán zárjuk le még egy gondolattal. Napos grafikonon, amiért megálltunk, ez miért lehetett, ugye ez két ok miatt. Van egy olyan trendvonalunk, ami az utóbbi április 24, július 17-i csúcsokat köti össze, és nem mellesleg itt 131 környékén van a 200 napos mozgó átlag. És az elmúlt alkalomnál, amikor elértük a 200 napos mozgót, ott egyértelműen megállt az árfolyam és lefordult. Azelőtt egyel, vagy kettővel, amikor megérintettük, ott megállt, itt aztán már sokat gyere rá tudott menni. Tehát alapvetően a 200 napos mozgó, illetve a trendvonalak, ami miatt ott megállhattunk. Ettől függetlenül simán bennem az, hogy a következő löketre mondjuk fölé megyünk, és mondjuk megteszteljük ezt a múltkori lokális csúcsot itt ilyen 132 környékén. És akkor a fontjára fordítsunk egy pár mondatot. Itt alapvetően, hogy kicsit hosszabb távon szemléljük, akkor ez a 146-80 147-20-as tartomány, ami egy nagyobb ellenállási zóna. Ugye múltkoriban is itt volt egy lokális csúcs, ennek a tartományát értük el. Viszont másik oldalról van egy csökkenő trendvonalunk januártól. Nem, az egyel magasabb. Mondjuk az, ami a januártól lehet beúni csökkenő trendvonalat, az annak körülbelül itt van az ellenállása. Ha pedig ezeket a pontokat kötjük össze, akkor itt ebből kitörtünk. Pénteken egy konszolidáció volt fölötte, és ma akár elindulhatunk fölfele megtesztelni ezt a magasabb szintet is, ilyen 147-148 között. Itt a 200 napos mozgó az 148-30-nál van. És egyelőre, ha itt az órás grafikon nézzük, a csúcstól nézve, ez egyelőre egy korrektív mozgásnak tűnik. Jó, akkor nézzük a török lírát. Nehéz elképzelni azt, hogy Erdogan csapata nincsen pozícióban itt a török lírában, mert hogy ugye a múlt heti kamat döntés előtt pár órával Erdogan azt mondta, hogy tovább is kitart azon álláspontja mellett, hogy nem járható út a kamat csökkentés, és rá pár órára pedig egy 600 bázispontos, nem, tehát nem járható út, bocsánat, a kamatemelés, hogy ő csak a alacsony kamatokban hisz, és rá pár órára megjött egy 600 bázispontos emelés, ennek megfelelően be is esett az árfolyam. Azóta itt most megint fölfelé mozog az árfolyam. Itt nekem itt be van egy hármas, hogyha esetleg ez egy nagyobb ABC korrekció lenne, akkor visszajöhetünk ide,
és esetleg ebből még egy újabb lejtmenet jöhet. Nyilván akkor itt kitérhetünk a török eszközökre is. Nyilván nagyon olcsóak és csábítóak a dolgok, csak a török helyzet az még alapvetően nem oldódott meg. Lehet, hogy a feszültség egy picit enyhült, az összességében még nem oldódott meg. Tehát aki török eszközök vásárlásában gondolkodik, az csak úgy csinálja, hogy legyen tisztában azzal, hogy lehet, hogy menet közben még akár 10-20%-os árfolyam veszteségbe is bele kell ülnie, és alapvetően azzal legyen tisztában, hogy ez nem egy-két hónapos történet, hanem akár több éves, ténylegesen befektetési periódusban kell gondolkodni. Úgyhogy én ezt figyelni ebben az esetben, kitartva azon véleményem mellett, hogyha kellőképpen hosszú távon nézzük ezt a dollár török lirának a grafikonját, hogy ez egy exponenciálisan emelkedő valami, ami sokszor fenntartatatlannak szokott tűnni, és nagyon sokáig akár megmaradhat ez a rendkívüli állapot, de mondjuk hosszabb távon, hogyha lenne is egy új csúcs, nagyon hosszabb távon, sok éves idősíkon, ebből aztán elindulhat majd egy megnyugvás, ami úgymond normálisabb árfolyam szintre fog visszahozni. De ez mikor fog megtörténni, nem tudom megmondani. És azért egy olyan elnökük van, aki bármire képes. Jó, devizáknál akkor még a 2 forint párt nézzük meg, meg gyorsan kitekintek ide a kérdésekre, mert láttam, hogy villog a kis ablakom. Jó, még a font ausztrálra volt egy kérdés. Amit én a font ausztrálnál korábban néztem, hogy számozva is van, hogy volt itt egy 1, 2, 3, 4, ugye a trader szoba short ötlet az teljesült, célárral, mindennel. Ebből indult egy egészen nagy, markáns felívelés. Ha ezt itt elfoglalom, hogy ez egy 1, 2, 3, 4, 5 volt, akkor nyilván teljesen normális, hogy itt most egy nagyobb visszapattanásban vagyunk. Már ez lehet egy ABC-t. Na, lényeg a lényeg. Ha én a 4 órás grafikon nézem, teljesen jól alkalmazható, hogy a mozgó átlagok által generált stratégia, illetve a fordulós gyertyák itt az elmúlt időszakban. Ettől függetlenül én azt láttam, hogy itt van ez a kék emelkedő csatornám, ebből letörtünk, és ezt tesztelgetjük vissza. Simán el tudom azt képzelni, hogy ebből is legyen mondjuk egy 3 hullámú korrekció valahova ide-vissza. Itt is mondjuk akkor egy ilyen csökkenő csatornát formázva, és mondjuk esetleg ebből mehetünk akár följebb. Tehát én most jelen pillanatban ezt gondolnám, vagy ezt látnám. Nyilván, hogyha valaki itt kezdene el shortolni, akkor a stop de a múltkori csúcs fölé kell, hogy kerüljön, vagy szerintem az lenne a javasolt út. És nyilván ehhez alapvetően az kéne, hogy az ausztrál dollár is felülteljesítő legyen a fonttal szemben. Na, forintpárok, euróforint. Egyről nagy érdemi változást nem látok, továbbra is ez nekem egy 3-as szerkezetű mozgás minden irányban. Itt is alapvetően ezt látni, és lehet, hogy ebből valami ilyesmi formálódik. Úgyhogy egyelőre újat nem tudok előszedni itt a cilinderből. Én körülbelül ezt látom most. Dollár forint azt hiszem ott sincsen túl sok változás. Ugye, ami pénteken az euró dollárban fordulat volt, itt a dollár forintban is fordulat volt. Egyelőre itt is több lehetőség van, ugye van ez a lehetőség, hogy ebben a csatornában mozunk fölfelé, és akkor innen magasabbra. Ezt ahogy itt múlt hét csütörtökön is mondtam, hogy aki longban gondolkodik, az ideális színnél voltunk akkor, viszonylag szűk stoppal lehet azt megjátszani, ha pedig a forint szempontjából az optimális forgatókönyvet nézem, akkor ugye itt van egy csúcsunk, ugye múltkor itt volt egy
kisebb csúcs, itt is egy alacsonyabb csúcs pont ebben az ellenállási zónában, és akkor itt meg így jöhetne a három hullámú mozgás valahova ide le. Ez viszont már törnie kéne a múlt hét pénteki mélypontnak. Kérdés, hogy az aktuális híreket hol néztem, amikor megálltam. Mondtam, hogy én, vagy lehet, hogy korábban több alkalommal is beszéltem erről. Én Twitter használó vagyok. Ugye a Twitter egy ingyenes alkalmazás. Ott fel tudom venni a különféle hírportáloknak az, hogy követtem azokat, és onnantól kezdve folyamatosan megjelennek akár a makrogazdasági adatok sokkal előbb, mint bármikor máskor, még egy portfólión láthatjátok, vagy bármilyen más, pláne magyar nyelvű hírforrásban, de angol nyelvűben is, tehát alapvetően egy csomó mindenről jól előbb fogtok értesülni real time-ban. Nyilván, amikor kijön egy hír, és megnézed, nem leszel helyzeti előnyben, mert nyilván az árfolyam elkezd mozogni, de azokhoz az oldalakhoz képest, amit amúgy hírforrásként használsz vagy olvasol, azokhoz képest mindenképpen előnyben leszel, és fogod tudni azt, hogy miért jött egy hirtelen mozdulat. Úgyhogy én ezt itt a gépemben is használom, a telefonomon is ott van, tehát alapvetően ezeket mindig tudom látni és használni. Na, akkor nézzük meg a részvénypiacot, kezdjük itt a magyarokkal. Richter visszajött az általam várt árfolyam szinthez, ugye az elmúlt két hétben alapvetően azt beszéltem itt ennél a színnél, hogy én továbbra is azt gondolom, hogy ha valaki vételben gondolkodik, akkor fölösleges itt lövöldözni. Nálam a lehetséges vételi tartomány az itt van 5000 forint környékén. Ezt a szívességet megtett a Richter, hogy visszajöttünk ide, tehát aki vételben gondolkodik, talán most van az a szint, amikor ezt első körben megint meg lehetne tenni. Ha az optimista szemüvegen keresztül nézem itt a történéseket, és hogyha mondjuk abban bíznánk, hogy ez mondjuk egy flat korrekció, és akkor mondjuk innen elindulhatna a Richter fölfele. Nyilván van negatív esetőség is, hogy ez valami összetett, komplex történet. Ennyi volt a korrekció, és akkor most újra lefelé haladhatunk. De nyilván erre meg stoppot kell alkalmazni. Hogyha agresszívabb stopban gondolkodok, akkor azt mondanám, hogy 4770-re, ha konzervatívabb, akkor meg 4450-hez tenném azt a stoppot. Illetve nézném itt ebben a tartományban, hogy milyen árfolyam mozgások vannak, vagy milyen napos gyertyák alakulnak ki itt ebben a zónában, ebben a tartományban. MOL egyelőre, ahol valamilyen reakciót lehetett várni, annak a zónánk a tetejénél egy picit fordulni tudott az árfolyam, de tovább is tegyük hozzá, hogy itt múlt héten volt azért legalább egy rövid távú fordulós jelzés. Ez a mozgás fölfelé nekem továbbra is korrektív, tehát semmilyen impulzív egyet egyelőre nem hordoz magában, ami miatt azt mondanám, hogy akkor itt újra trendforduló van, és akkor csak fölfele az irány. A rövidebb távú long pozíciók szempontjából alapvetően ez a tartomány, ez a zóna itt a kritikus, tehát fogalmazunk konkrétan, hogy addig, ameddig mondjuk ilyen 2700 forint fölött tartózkodik a MOL, vagy picivel fölötte, addig lehet bízni abban, hogy talán még tud emelkedni a MOL. Azt gondolom, hogy ha az alá megyünk, akkor a longokat érdemes csökkenteni. OTP, semmi, de semmi változás nincs benne. Azon kívül, hogy nap mint nap olvasni híreket, hogy a szingapúri alap mennyit vásárol. Egyelőre ezen a trendvonalon mozog az árfolyam.
azt sem zárnám ki, hogy ebből esetleg megint megpróbálunk följön ide, és akkor valami ebben a tartományban mozgunk, de itt sem látom az OTP-ben azt az átütő erőt, ami miatt hirtelen nagy emelkedésnek kéne következnie. Nálam a kockázat inkább abba az irányba van, vagy a lehetőség, hogy vissza fogunk térni ebbe a 9000-es zónába is. Néhány külföldi versenyzőt nézzünk még meg. Pár héttel ezelőtt tettem ki a Lufthansa-ra egy vételi ötletet. Itt is azt hiszem beszéltünk róla többször. Továbbra is alapvetően tartom. Egy nagyobb emelkedés után egyelőre egy normál korrekció. Pár nappal ezelőtt itt volt egy kulcsfordulós gyertya, és ebből egyelőre emelkedni tudunk. Ha itt longolnám, akkor már a stoppot ide lehetne behúzni, ami az eredeti ötlet megfogalmazáshoz képest már egy magasabb stop. Ha pusztán technikailag nézem, akkor ebből meg lehetne próbálni legalább itt a csatorna tetejét, és max, ha abból ki tudunk törni, azután lehetne magasabbra tekinteni. Volkswagen kijött ebből a csökkenő trendvonalból, meg mondjuk egy lehetséges lefelé menő égből. Az első fontos pontnál vagyunk, hogy ami fölé megyünk, az már pozitív, de alapvetően az is pozitív, hogy ebből a trendvonalból felfelé jött meg a kitörés. Itt az elmúlt 4-5 kereskedés napban alapvetően emelkedő gyertyákat látunk. Úgyhogy kezd elérhető közelségbe kerülni. Itt mondjuk az a 150-255 eurós tartomány. Daimler hasonló, de egy picit lemaradva. Itt még ez a csökkenő trendvonal egyelőre próbálja útját állni itt a mozgásnak. Itt is látható ez a lefelé menő ék és az RSI divergenciák. Ha itt ennél az árfolyam szintnél tudunk zárni, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy esetleg itt is jön egy pici felfelé mozgás, ami nem is olyan pici, akár egy 10%-os árfolyam mozgás. BMW is érdekes helyzetben van, már csak amiatt is, mert lehet, hogy árfolyamügyileg mélynek tűnik, de ez az esés az egyelőre a 100%-os szintet csinált, ez egy három hullámú esés, tehát alapvetően lehet korrektív is. Itt mondjuk van egy nagy letörési szintünk, egy ilyen fejvállalakzatból. Háromszor teszteltük vissza. Egyelőre itt a ellenállásnál egy oldalazó mozgás alakult ki. Úgyhogy alapvetően erre kéne figyelni, hogyha ennek itt sikerülne fölfelé kilőnie, az mondjuk mindenképpen pozitív lenne. Ha ebből a csatornából, vagy ebből a sávozásból, amit itt lilával jelöltem, ebből lefelé esünk ki, akkor meg nyilván megint itt a mélypont tesztelése kerülhetne előtérbe. Az Erste is, ugye erről is korábban tettem említést, hogy itt támasznál volt egy szép fordulós gyertyája, és feljöttünk ide múlt héten. Pénteken meg is történt a kitörés, és ugye betöltöttük ezt a rést. Tehát ebből a trendvonalból kitörtünk. Ugye minimum ide kéne följönni a lokális csúcshoz, illetve itt van a ellaposodó 200 napos mozgó átlag. Ha pedig ugye egy picivel magasabb mélypontról történt most a fordulás,
Ugye a 100%-os szintünk az a 200 napos mozgó esik egybe 37,90-nél, és a 123,6-os az meg 38,80. Tehát legalább való ebbe a zónába várnám az RC-t. Jó. Bayer, Rafi, Mikron. Magyar kötvénypiacot nem figyelem. A grafikonom sincs most hozzá. ThyssenKrupp Infineum. Kezdjük a Bayerrel, mert szerintem az a... Nem, kezdjük a Rafival, mert az pont itt van a másik fülnél. Támaszzóna. Van itt, azt jól látom, egy divergenciából való fordulat. Egyre ez is lehet itt akár egy dupla aj. Nyilván cillára való itt van, ha nagyon rövid távon nézem. Egyről, amiről mindenképpen oda kéne figyelni, az, hogy jelen pillanatban egy letörés visszatesztjénél vagyunk. Még egy hetes grafikont kéne nagyon gyorsan megszemlélni. Még az olyan túlontúl több érdemi információt nem hordoz magában. Szóval azt nézném, hogy mondjuk egy ilyen 26 euró fölötti napos zárás, na, akkor célkeresztbe kerülne itt a csökkenő trendvonal. Igen, most egyre csak kávennyit tudok hozzátenni. Én akkor mondtam, hogy a Bayer az egyszerű, és itt alapvetően elég egy sarkos véleményem van, ezt azt hiszem múlt héten is pont elmondtam, de aztán a kollégáknak is kiküldtem. Ez a fontos támaszszintünk alapvetően egy réssel esett el, impulzív az esés, és alapvetően a minimum várakozásom az a Bayer esetében, hogy legalább ezt a 60-61 eurós tartományt el fogja érni. Miért fontos ez a zóna? Azért, mert a csúcstól nézve egyrészt a 100%-os szint itt van, második a 2003-as mélyponttól, hogyha behúzunk egy emelkedő trendvonalat, az is valahol itt ebben a zónában van, és amúgy, hogyha simán a korábbi csúcsokat nézzük, hogy az a tartomány, ahol rendszeresen hosszabb megállók voltak, az szintén ebbe a zónába esik egybe. Éppen ezért mondom azt, hogy aki nyilván nem kell rám hallgatni, ez a saját véleményem, aki Bayer vételben gondolkodik, szerintem még nincs itt a lehetőség, szerintem fogjuk látni ezt a az árfolyam szintet. ThyssenKrupp és Infineon. Itt van az Infineon.
Na, ugye a nagy támasz zónánk az Infineon esetében ez a gyakorlatilag 18-20-as tartomány. Kb. Annak a tetejét, mint egy picit megcsippentettük volna. Úgyhogy ha ezt az esést nézzük, akkor ugye a 100%-os színnél állt meg pont ez az esés. Egyelőre itt a fordulatban nincsen divergencia, és nagyon sokszor azért fordulatoknál érdemes divergenciát is azért keresni, kutatni. Úgyhogy emiatt nem zárnám ki azt, hogy itt ebben a letörés visszateszből még esetleg lesz egy próbálkozásunk lefele. Teljes egészében tesztelve ezt a támasz zónát, esetleg ebbe a 123.6-os zónába is leérve. És még egy dolgot húztam be, ennek a mozgásnak a 161.8-as szintje az 16.85-re mutat. Szóval ebből kiindulva nem zárnám ki azt, hogy itt még látunk egy mélypontot, és mondjuk valahol itt ebben a 17-18 eurós tartományba láthatjuk majd esetleg a potenciális mélypontot most itt ebben a körben. És akkor még a németeknél a ThyssenKrupp. Ugye ez a hetes bontású grafikonon. Az ideális korrekciós zónán már egy picit túl vagyunk, lejjebb vagyunk. Ha a 2016-2017 közötti emelkedést nézzük, akkor a 61.8-as szint az ilyen 18 euró környékén van. És ebből kifelé meg is tudnám most fogalmazni a véleményemet. Azt gondolom, hogy ha még lejjebb jövünk, a kivételben gondolkodik, annak szerintem itt lehet alapvetően egy lövés. Mégpedig úgy, hogy mondjuk ilyen 17 euró környék, vagy picivel alatti stoppal. Mert hogyha ezen a zónán is alapvetően átesünk, akkor ebből akár valami mélyebb dolog is lehet. Egy, kettő, három, négyet. Ez amúgy esetleg itt is lehet egy ilyen ékelődő mozgás. Akkor viszont itt a következő napokban elvileg fordulnia kéne az árfolyamnak, hogyha ez egy ékelődő mozgás, és hogyha ez ékelődő mozgás, akkor ez itt lehetne egy A, B, C. Még az ékelődésben is itt lehet még egy ékelődés, eresi divergenciák, most ez már napos grafikon. És alapvetően a ThyssenKruppot lehet a figyelőlistán. Jó, és akkor mi van még mikron?
Ugye valamikor június elején tettem ki a Mikronra egy nagyobb short ötletet. Itt több körben azért szépen teljesült. Nézzük a mostani helyzetet, hogy mi van, csak kilomítom ezeket az ablakokat. Tizenhat májusától egy nagyobb emelkedő trendvonal, alapvetően ezen van rajta itt az árfolyam. Az esésben volt még két gapünk, de ezeket most már alapvetően elkezdték megvenni és betölteni. Úgyhogy az itt van már forgalom az átlaghoz képest, magasabb forgalom is itt ebben az eső mozgásban. És ennek az esésnek mondjuk, hogy az ideális zónájában vagyunk. Ugye erre azt mondanám így első körben, hogy akár itt ez egy vételi lehetőség, ebben az esetben ez péntek, csütörtök, szerdai nap mélypontja alá tenném be a stoppot, esetleg ebből lehet egy felpattanás esetleg valóban ide. Nyilván most még egy érdekes kérdés itt nagyon rövid távon, hogy itt van egy letörési szintünk, hogy ezzel mit kezdtünk. Mert lehet ez itt egy dupla csúcs is, lehet akár itt egy flat korrekció is. De összességében, hogyha trendvonalakat, korrekciós zónát nézzük, akkor elképzelhető, hogy itt bent van a mélypont, és minden elindul egy felfelé mozgás. És ugye akkor a török indexre én most csak egy ETF-et fogok mutatni, az MSCI index sorátból a török piacra vonatkozó ETF-et, amit ugye Nasdaqon lehet kereskedni. És nyilván akkor ez valamennyire mértékadó a török piacra is. Aztán sokkal hátrább kell mennem időben, hogy lássak hozzá valami releváns pontot. Úgy tűnik, hogy a 2009-es mélypontoknál járunk. Ez utolsó rész itt azért nagyon intenzív zónás. Szóval erre azt lehet mondani, hogy extrém pontnál járunk, de az extrém is lehet extrémebb. Egészen impulzív a mozgás. Azt sem zárnám ki, hogy esetleg ebből még látunk egy ilyet. Érdemi fordulatra utaló jelzés nálam nincsen, hetesen sem volt itt divergencia. Igaz, hogy itt az elmúlt hetekben vannak zöld gyertyák, de ez alapvetően még nem jelent önmagában semmit. Tehát aki a török piacban gondolkodik, az szerintem csak hosszú távon. Nyilván lehet rövid távon spekizni, kérdés, hogy megéri-e. Esetleg az az adrenalin, tudva azt, hogy milyen ember van Törökországban, bár azért nyilván tegyük hozzá, hogy Merkellel meg jó viszonyban van, németek kiállnak a törökök mellett, mögött, ami nyilván egy fontos üzenet, de Törökország azért még messze a megoldástól. Jó, akkor mára ennyi lett volna, én azt hiszem mindent elmondtam, amit gondoltam, akartam. Csütörtökön folytatjuk, csütörtökön egy picit
Picit nagyon rövidebb lesz, tehát nem lesz 1 órás, meg 3/4 órás a webinárium. Igyekszem besűríteni a mondandómat, és a kérdésekre is úgy odafigyelni. Nem fogom tovább tartani, és esetleg nem tudok a végére érni a kérdéseknek, mert van egy más típusú elfoglaltságom. Jó, köszönöm szépen akkor a kérdéseket meg a figyelmet. Csütörtökön folytatjuk, addig is mindenkinek nagyon jó kereskedést kívánok. Sziasztok!